Sziasztok, itt vagyunk a Direkt 36 szerkesztőségében, Pető András vagyok, és itt vagyok Szabó András kollégámmal, és a legújabb cikkünkről fogunk beszélni, amelynek András a szerzője, és ez az orosz-magyar viszonynak egy eddig talán kevésbé ismert területéről szól, arról, hogy milyen szoros együttműködés van kialakulóban pénzügyi területen is. De igazából Andrást kérném meg, hogy ez ugye délelőtt reggel jelent meg partnerünknek, a 444-nek az oldalán, illetve olvasható most már a saját oldalonkon is, a direkt36.hu-n. András, foglald össze, légy szíves, pár szóban a sztorit. Igen, ez gyakorlatilag ez a cikk egy bankról szól. Ezt a bankot úgy hívják, hogy International Investment Bank, tehát egy nemzetközi beruházási bank. Ez az egykori KGST-nek, a kommunista blokknak volt a bankja. A rendszerváltást túlélte, de ilyen tetszhalott állapotban leledzett, és az orosz kormány 2012-ben úgy döntött, hogy újraéleszti ezt a bankot, új életet lehel bele. És ott pár évvel később, 2015-ben a magyar állam is csatlakozott ehhez a bankhoz, sőt, a harmadik legnagyobb részvényese lett. Ez valószínűleg magyar és orosz érdekek itt érdekesen egymásra találtak. Az oroszoknak ugye ez a banknak a fölélesztése azért mérte meg, hogy gyakorlatilag ez az orosz nagyhatalmi törekvéseknek egyfajta kivetülése. Az oroszoknak van egy olyan céljuk, hogy az USA dominált a nemzetközi pénzügyi rendszerrel szemben egy alternatívát megpróbáljanak kiépíteni. A magyar államnak meg valószínűleg azért érheti meg az ehhez való csatlakozás, hogy alternatív pénzügyi forrásokhoz jussanak, többek között mondjuk olyan projekteket tudjanak belőle támogatni, amitől az EU-tól nem kapnának rá pénzt. Hogyan jött egyébként ez a sztori, hogyan találtál rá erre a történetre? Hát ez kicsit ez ilyen hosszabb távra nyúlik vissza, ugye mi a Direkt36-on próbáljuk ezt az orosz-magyar kapcsolatokat felfejteni, különböző titkokat előkaparni ebből a titokzatos kapcsolatból, és még télen volt egy olyan cikkünk, amiben ezt az egész orosz-magyar folyamatot megpróbáltuk így részletesen bemutatni, hogy hogyan közeledett egymáshoz Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor, és amikor ezt a cikket írtuk, akkor hát elég sok forrással beszéltünk, itt több tucat emberrel leültünk Andrással közösen, amikor ezt a cikket összeraktuk, és az egyik forrás említette ezt a bankot, hogy ennek így érdemes lenne utána nézni, érdemes lenne megnézni a banknak a tevékenységeit, hogyan alakult, stb. És amikor ezt a cikket befejeztük, akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy álló írást, cikket is megérne ez a banknak a tevékenysége, és akkor így született meg ez a mai cikkünk. Uh-huh. Egyébként eddig így milyen projektek vannak, amiben mondjuk Magyarország és a bank így közösen részhez, hogy milyen közös projektek igen, vannak? Igen, erről sajnos keveset lehet tudni, mert a banktól is kértem, hogy egy teljes listát áruljanak nekem el, hogy milyen magyarországi projektjeik vannak. Kértem ugye a magyar különböző minisztériumokat, nemzetgazdasági minisztériumot, külügyminisztériumot, akik ezzel a bankkal szoros kapcsolatban vannak, illetve a magyar államot képviselik ebbe a bankba, de meg ugye egyáltalán nem reagáltak semmit a kérdéseimre. Ugye a bank honlapja alapján egy-két projektet be lehet azonosítani, hogy mondjuk olyan magyarországi cégekkel vannak kapcsolatban, akik ugye jelen vannak az orosz piacon, például OTP, MOL, de mondjuk a Takarék Bankkal, aminek ugye a vezérigazgatója a Takarék Banknak az egyik Mészáros Lőrinc féle cégnek a vezetésében van benne. Ilyen jellegű projekteket lehet találni, még az Exim Bank, ugye a külügyminisztérium irányítása alá tartozó magyar cégek export tevékenységét támogató Exim Bankkal van szerződésük. Valószínűleg szerintem még Magyarországon az elég gyerekcipőbe jár ez a bank, de valószínűleg ugye a közeljövőben is érdemes lesz figyelni, hogy milyen projektekben jelennek meg. És egyébként, hogy ami még így, jól tudom, ugye egy feltűnő volt, hogy annak ellenére, hogy ez még tényleg így kialakulóban van, félben van ez a bank, és csak most a pénznek egy részét, ugye jó részét még ugye ki sem hitelezték, tehát hogy még igazából most várhatók
fejlemények, de egyébként is ez egy nemzetközi mércével mérve egy kisebb pénzintézet, de Igen. mégis magyar szinten meg úgy tűnik, hogy ilyen kiemelt figyelmet fordítanak rá egy kormányzati részről. Ennek milyen jelei voltak, vannak? Ez olyanokban nyilvánult meg, hogy a banknak van egy orosz elnök, úgy hívják az úriembert, hogy Nikolaj Koszov, és ezzel a Koszovval gyakorlatilag a Szijjártó Péter, ugye külügyminiszter, és Varga Mihály, most már pénzügyminiszter, ugye elég rendszeresen szokott találkozni, ugye rengeteg eseményen, hírekben ez tetten érhető, hogy ők találkoznak, aláírnak különböző papírokat, konferenciákon vesznek részt, és az is érdekes volt, hogy ilyen kormányközeli napilapokban ezzel a Koszovval, ezzel az rossz emberrel tényleg elég sok interjú készült, tehát legalább egy 3-4-5 interjú készült, még elmagyarázta nagyjából ugyanazokat a dolgokat, mennyire fontos ez a bank, stb., és azért nem annyira kemény kérdéseket tettek fel neki. És igen, bocs, még azt hozzátenném, hogy az is érdekes fejlemény volt, hogy nyáron, júniusban döntött úgy a bank, hogy a regionális irodáját Budapesten nyitja meg. Ugye ennek van 9 tagállam ennek a banknak, de mégis úgy érezték, hogy Budapesten kell megnyitniuk az új regionális irodájukat. Tehát ez is mutatja azért, hogy a magyar kormány azért fontosnak tartja ezt a bankot. Egyébként, hogyha valakinek kérdése van, akár ezzel a témával kapcsolatban, akár egy kicsit tágabban így az orosz-magyar viszonyal, akkor nyugodtan tegye fel itt a kommentek között, és akkor megválaszoljuk. Még annyi, hogy egyébként így most így hogy látod, vagy hogy néz ki az orosz-magyar viszony, így most már azért foglalkozunk vele egy ideje, ugye most lesz néhány hét múlva egy újabb találkozó a két vezető között, ugye Orbán Viktor megy Moszkvába ezúttal, és ott lesz egy találkozó Putyinnal, hogy most így a pillanatkép az hogy néz ki? Hát igen, ahogy ugye leginkább amikkel így foglalkoztunk, tehát ilyen területeket tudtunk beazonosítani, ugye energetikával több más újság is foglalkozott ugye orosz-magyar kapcsolatban, hogy az energetika mennyire fontos, akár paks, atomenergia, akár a gáz kapcsán, de ugye ez a vasúti gépgyártásos történet is egy elég fontos szegmense a két ország kapcsolatának, ugye ott nem csak a most feltétlenül a 3-as metró szerelvényének a felújítására gondolok, de ugye volt ez az egyiptomi üzlet is, amiről írtunk, hogy a magyar állam egy magyar cég helyett inkább az oroszokat támogatta, hogy Egyiptom a vasúti kocsikat tudjanak szállítani, és akkor most ez a harmadik területnek talán erre a pénzügyi együttműködésre figyeltünk föl, vagy ennek a banknak a tevékenységén keresztül ezt próbáltuk bemutatni, hogy egy harmadik területként egy ilyen pénzügyi területén is megfigyelhető együttműködés a két ország között. Rendben. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket így összefoglaltad, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Folytatjuk, tehát várhatok még ilyen jellegű témában, orosz-magyar témában sztorik, cikkek tőlünk. Ha esetleg nektek van ilyen bármi információtok, tippetek, ötletetek, akkor azokat is szeretettel meg kíváncsian várjuk. És amit ugye mindig el szoktunk mondani, de nem lehet elégszer elmondani, hogy a Direkt 36 egy non-profit szervezet, támogatásokból működik, tehát csak akkor tudjuk végezni ezt a munkát, hogyha vannak támogatóink, szerencsére egyre többen vannak, de szeretnénk, hogyha bővülne ez a kör, úgyhogy ha még ti nem vagytok tagjai a támogatói körnek, akkor kérjük, hogy csatlakozzatok most, ezt akár néhány ezer forinttal is meg lehet tenni, úgyhogy várunk benneteket, és nagyon szépen köszönjük még egyszer a figyelmet. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! De jó!